Ahhoz, hogy a kastély kivitelezése az ütemezés szerint lefolytatható legyen, régészeti feltárásokat kellett elvégezni. Ezek az épület területén a közelmúltban befejeződtek, ezután már csak a dokumentációs feladatok vannak hátra. A feltárás a teljes földszintet érintette, két részletben közel 6 hónapig dolgoztak ezen a kutatók. A várat annak idején egy palánkvár vette körül, ennek nyomait sikerült jelentős részletességgel feltárni. A konyha melletti helyiségben nem csak a cölöpök nyomai bontakoztak ki, hanem arra is bizonyítékot találtak a régészek, hogy valóban felgyújtották a palánkvárat, hogy behatoljanak a belső várba. Emellett más épület romjai is előkerültek a régészeti munkálatok során. Északnyugati szárny alatt ott egy kastély előtt lévő jelentős méretű kétraktusos lakóház állt, amit nagyon igényesen építettek meg. Téglaburkolat van odabent, szépen körbe szegélyezve, és az épület előtt pedig téglajárdát is találtak a régészek. Bent egy kemencével, kemence töredékkel egy konyhahelyiséget, úgyhogy a külső és belső falát, tehát az északi és a déli falát megtaláltuk, de a keleti és nyugati végét még nem. Ott egy ajtó, a két szoba közötti ajtó, és ez pedig egy körülbelül 280 éves meszelés és vakolat. Méres István főépítész itt már azt mutatta, hogy milyen állapotban találtak rá a régészek az egykori épületrészekre. A szakemberek azt még most vizsgálják, hogy ez az épület a kastély előtt már önállóan létezett, vagy csak utána építették. Ezeket a kivitelezés során sem fogják eltávolítani, sőt lesz olyan rész, amit a tervek szerint eredeti állapotban meg is hagynának, hogy később megismerhesse a nagy közönség a felújított épületben. Az, hogy a kastélyt több ütemben építették, az is bizonyítja, hogy 3 nem összefüggő pince található alatta, amelyek elsősorban élelem és bor tárolására szolgálhattak. A kastély nagyon sok érdekességet tartalmaz, aminek egy részét láthatóan be fogjuk mutatni eredeti állapotban és helyén, egy részét, egy nagyobb részét pedig virtuális modellek segítségével fogjuk megmutatni. Úgyhogy ez a 3 főúri család 8 generációja folyamatosan a saját életéhez és a család nagyságához mérten alakította és bővítette ezt a kastélyt, ami elsősorban egy főúri lakóépület volt, nem pedig egy reprezentatív rezidencia. A projekt tényleges megkezdéséhez hátra van még a kiviteli közbeszerzési eljárás lefolytatása. Optimális esetben november végén, december elején már ki lehet hirdetni a nyertest. A beruházás befejezésének határideje 1 év, azonban egy ilyen jellegű és nagyságrendű munkánál előfordulhatnak csúszások, de ezzel együtt is legkésőbb 2015 májusára a kastély már látogatható állapotban lesz.